Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öreg fiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! 20. esztendeje szervezi meg az Ifjúsági Unió a szekszárdi dombok között zajló Bartina teljesítménytúrát. A rendezvény az évek alatt nemzetközivé nőtte ki magát, és a város egyik legjelentősebb sporteseményévé lett. Idén közel 2000-en vágtak neki a túrának. A nagyon profik 42 kilométert, a kevésbé edzettek 30 vagy 15, míg a hobbi túrázók 8,7 vagy 3,3 kilométeres távot is választhattak a szekszárdi dombok között. A 20 éves jubileum és a jó idő minden eddiginél több vállalkozó szellemi vándort vonzott, jöttek Magyarország számos szegletéből és még a határon túlról is. Mi egy túra egyesület vagyunk Kaposvárról, és évek óta járunk ide, jó kapcsolatunk az Ifjúsági Unióban, nagyon szívesen részletünk a túráim. Föl kell egy ilyen túrára készülni, vagy neki lehet vágni, aztán hadd menjen? Attól függ, edzését fogtól függően. Aki szokott túrázni, az edzésben van, és akkor meg a saját erőléti szintjének megválasztja ki a távot. Mindenkinek megvan a megfelelő táv, amit meg tud csinálni szerintem. Először, életünkben először megpróbáljuk ezt a light-os túrát, úgyhogy elsőre ilyen 8,5 km, aztán reméljük, hogy jövőre majd egy 15-ösbe be tudunk nevezni. Van egy nagyon jó hangulat, ebbe a szürke januári közepi borongos időszakban ez nagyon szimpatikus, meg hát a mozgás itt karácsony után az ember plusz 4-5 kilóval mindenképpen jó tesz a mozgás. Vajdaságba jöttünk Zamborból, 25-en jöttünk, és ilyen kevert társaság, majd 27 nemzetiségből áll a csapatunk. Szeressük a természetet, és nagyon szeretünk így a természetbe járni, megyünk a hegyekre, szerteszét, mindenhova. És hogy szerveződik a nemzetközi csapat? Hát a Zomborban két csapat van, és itt mind összeállunk, az mindegy, hogy ki milyen nemzetiségű, hanem az a fontos, hogy mi egybe tartunk, egy csapat vagyunk. 20 évvel ezelőtt a szervezők csak remélték, sikere lesz az év első sporteseményének. Mára mindez visszaigazolódott, igazi társadalmi eseményé nőtte ki magát a Bartina túra. A szervezők 200 liter forralt borral és teával készültek. Konkrétan elfogyott. Legalább 200 liter, úgyhogy most még nekünk újra főzni. Aztán aki megvárja, kap, aki nem, az sajnos lemaradt. A rendezvény mérete ma már akkora, hogy Szekszárdváros hivatalos rendezvénynaptárának is részévé válhat. Ez egy olyan jól megszervezett túra, ami megint illeszkedik abban a sorban, hogy itt Szekszárdon, ha szervezünk valamit, azt jó minőségben tesszük, és a város arculata és városmarketing szempontból nagyon fontos, hogy ilyen eseményekre nem csak a szekszárdiak látogassanak ki, hanem most már az országhatáron túlról is érkeznek vendégek, úgyhogy hát közel 2000-en vagyunk itt a mai napon összesen. Én azt gondolom, ez mindent elárul magáról a túráról. Nagyon jó hangulat, gratulálok a szervezőknek, nagyon jól sikerült a mai program. Sem a kispályás specialista ötszörös győztes, sem a győzelmi reményekkel érkező Dombóvár, sem pedig a legerősebb játékos állományú Tolna nem tudta elhódítani a megyei első osztályú labdarúgó csapatok hagyományos téli teremtornáját, a Vászbau kupát. A főszponzor Lenkei Imre nem kis örömére a nagypályán kis csapatnak számító formációk előretörését hozta az idei immáron 17. Vászbau kupa. Egy téli teremtorna van a megyében, amely a lehető legtöbb megyei első osztályú csapatnak kínál felkészülési lehetőséget. Ez pedig Lenke Imre Vászbau kupája, amely összehozza a nagypályán meghatározó együtteseket immáron 17 éve, és persze azokat is, akik a nagypályán momentán nem jeleskednek, de a kispályát szeretik, és új kihívásokra mi több sikerélményre vágynak.
Persze 17 évvel ezelőtt még más volt a koncepció, mert akkor még volt 3, sőt 4 NB3-as csapat is Tolnában, mellettük csak a legjobb 4 megyei együttest volt módja meghívni a szervezőknek, mert hogy a létszám adott volt, meg egyébként is a megyei teremfoci reprezentatív tornájának szánta ezt a főszponzor. Alapkoncepció abban az időben úgy jött, hogy a mindenkori NB-s csapatok, ugye akkoriban volt valami 3-4, és kiegészítve a 4 legjobb megyeivel. Így ment 1-2 évig, utána kiderült, hogy az NB-s csapatoknak ez az időpont nem igazán illeszthető a felkészülési programjukba, ide mennek fölkészülni, oda mennek, erre-arra, és akkor maradtunk abba, hogy legyenek megyei csapatok. Jöttek, és máig maradtak. Az idén például a Tamási kivételével a bajnok esélyesek közül a Tolna a Vászba okupán legtöbbször, szám szerint 5-ször nyerő kupaspecialista Bonyhád és a Dombóvár is tette tiszteletét. A kis csapatokat a Kölesd, a Kakasd és a korábbi önmagához nagypályán visszaeső Szedres és Bátaszék képviselte. El is indult a küzdelem a Szekszárdi Városi Sportcsarnok parkettjén 2-4-es csoportban. Ha megtippeltették volna a szurkolókkal, kik kerülnek majd az elődöntőbe az idei kupán, alig ha valószínű, hogy az említett 3 csapatra sokan szavaztak volna. Pedig ez a Vászbaó kupa a meglepetésekről szólt, jelezve a tétel igazságát, a teremben, a kispályán tényleg elmosódhatnak a nagypályás különbségek. Ez a torna a zöld-fehér szerelésben játszó Kakasdiak, de legfőképpen a döntőig menetelő és ott a Tolnát 4-1-re magabiztossal legyőző szedresiek nagy meneteléséről szól. Egyébként üzes színfoltja volt az eseménynek az elődöntőről csak épp ahogy lemaradó, a 6. helyen végző Bátaszék, és a főszponzor csapatáról a 8. helyen záró Kölezről sem lehet különösebb rosszat elmondani. Itt messze elmosódnak a különbségek, sőt, ez az idei szerintem az egyik legérdekesebb, ahol az úgynevezett tavalyi, illetve korábbi győztesek, az 5-szörös Bonyhád, a 2-szörös Bátaszék, hát gyakorlatilag elvérzett, és nem várható az alapján címvédés, hanem azok a kisebb csapatok, egy Szedres, egy Kakast kifejezetten jó futballt játszottak. Az én csapatomról nem tudok mit különösebb jó játékot mondani, mondjuk azt, hogy megállták a helyüket, de ugye győzelmet nem tudtak aratni. A 2017-es Vászbaó kupa végeredménye: első a Szedres, második a Tolna, harmadik a Dombóvár, negyedik a Kakasd, ötödik a Bonyhád, hatodik a Bátaszék, hetedik a Tevel, nyolcadik a Kakasd. A Tolna gólkirályi címén egyaránt elért 9 találattal a dombóvári Keceli Krisztián és a kakasdi Márk Attila osztozott. Az NB1-es férfi kosárlabda bajnokság hétvégi fordulójában az atomerőmű Ese hazai pályán meglepetésre a hosszabbításban kikapott 94-87-re a Szeged együttesétől. A paksiak új légiósa Ledon Tehenton remek játéka sem tudta megmenteni a vereségtől a hazai gárdát, akik fokhíjasan álltak ki. Medve Máté és Ellingsfeldi János betegség miatt hiányzott a csapatból. Bojan Trajkovski térsérüléssel, Horváth Kristóf pedig hát problémákkal küzdött. Így nem jó előjelekkel vártam az atomerőmű Ese a Szeged elleni összecsapást Pakson. A találkozó a vendégek 7-0-ás rohamával indult, de Jeftovicsnak köszönhetően a 3. percben beindult a paksiak szekere is. Faust, Norflit és Henton triplái meghozták az Ase lendületét, aki átvette a vezetést. Megnyugtató 11 pontos előnnyel fordulhatott az utolsó 10 percre az Atom, de a végére hosszabbításra mentették a vendégek a meccset, melyet a Paks elveszített. Így bravúros 97-84-es eredménnyel megszerezték idei 5. győzelmüket a vendégszegediek. Nagyon sajnálom, hogy a szurkolóinak csalódást okoztunk, ez nagyon-nagyon fáj. Nyilvánvaló, hogy nem egy új problémával állunk szemben, nem nagyon tudom megérteni. Próbálom már kutatgatni, meg megtalálni azt, hogy miért van nekünk mérkőzések közben ilyen ingadozásaink, mind támadásban, mind védekezésben.
még az igazi okát nem találtam meg, mert tulajdonképpen mondhatom, hogy szétesik a támadójátékunk, ritmustalanná válik egyénieskedésé, utána meg hibázunk egyet, az garantáltan, hogy az ellenfél megbüntetés a visszajátékba pontot kapunk kintről, bentről, teljesen minden, és mindig ezt mondom a srácoknak, nálam az minősít egy csapatot, hogy tényleg ezekre a dolgokra, a hibák utáni dolgokra mi a jelzés, és tényleg hogyan reagálunk rá. Nem igazán szeretnék belemenni, nagyon sajnálom, mert tényleg így sorra jönnek ugye a nehéz mérkőzések, és a célunkat ugye, hogy minél előbb egyáltalán a 8-ba és közelítsünk a felsőház felé, ezt nagyon nehéz lesz így abszolválni, hogyha tényleg ezeket a dolgokat nem tudjuk rendbe rakni. Nyilvánvaló, dolgozunk tovább, hiszek a csapatban. Először is jár a gratuláció a szegedieknek, hiszen a végjátékban az összes hibánkat kegyetlenül megbüntették. 2 perccel a vége előtt azt hiszem 8 pontos előnyben voltunk, és utána nem tudtunk kosarat dobni, hát így nem lehet nyilván megnyerni egy meccset. Borzasztó butaságokat követtünk el, főleg támadásban, és védő oldalon is lemaradtunk a dobásaikról. Úgyhogy nagyon csalódott vagyok, hiszen 30 percig vezettünk, úgyhogy ezt be kellett volna húzni, ezt a mérkőzést. De jövőre nézve remélem, hogy tudunk ebből tanulni, és legközelebb nem követünk el ilyen buta hibákat, mert különben nehéz lesz meccset nyerni bárki ellen. A folytatásban sorra nehéz meccsek várnak a Paksra, hiszen a február közepi Magyar Kupa 8-as döntő előtt Szombathelyen, majd a Szolnok ellen hazai és idegenbeli kaposvári összecsapás vár a Schmidt Béla, Jan Pavlik edzőpáros csapatára. Az első olyan év az új generáció megalapozása után a szekszárdi Gemenc judó esénél, amikor már a kiválasztódás folyamatában bontogatják szárnyaikat, azok a serdülőkor küszöbéhez érkezett fiúk és lányok, akik hosszabb távon is a klub meghatározó versenyzői lehetnek. 2018-as visszatekintőnkben róluk lesz szó. Magas a mérce a szekszárdi judóban. Kiment ugyanis egy sikerre halmozó nagy generáció, akik ifiben, előtte serdülőben, aztán a juniorban, de még a felnőttek között is maradandót alkottak. A klub vezetői tudják, az ilyen eredmények újbóli elérése nem csak rajtuk múlik, legfőképpen a gyerekek az újonnan érkezettek szorgalmán, lelkesedésén, és persze, legfontosabb, mennyire tehetséges lesz a Mátics, Ács, Sárez, Berlinger nevek után megérkezett új generáció. Nos, az elmúlt 2-3 év tükrében azt kell, hogy mondjuk, aggodalomra nincs különösebb ok. Nem baj, ha nincs olyan gyorsan annyi érem, mint a nagy generáció esetében volt. Ha adottságot nézek, akkor hasonlók, mint az a korosztály, de ki kell emelni, és ez sajnos úgy gondolom egyre rosszabb lesz, hogy mentális felkészültségben viszont nagyon-nagyon elmaradnak tőlük. Világos beszéd, de ebben is lehet előrelépni, ha a tehetségesnek mondott gyerekek valóban ki akarják hozni majd magukból a maximumot. A fiúknál egyébként 2 versenyző került a kirakatba tavaly. Sárosdi Ákos és Hilbert József, de Döbrösi Álmosban is edzői szerint tehetsége alapján benne van a gyors kiugrás lehetőség. Hilbert József nem csak tehetséges, hanem szorgalmas is, és nem igazán örül a tavalyi bronznak, amit a diák alsók között szerzett, holott a klub számára ez remek eredmény volt. Diákos voltam, átmentem serdülő B-be, és én többet vártam most ettől a diákaltól, mert én ezt múltkor megnyertem, és úgy érzem, hogy ezt is meg kellett volna nyernem. Technikai tudása fejlődése alapján benne van a kis Hilbertben, hogy az idén már a serdülő B-sek között is esetleg nyerni tudja. Hilbert József kifejezetten jól dolgozik, látszik, hogy ott otthonról is, ugyanúgy, ahogy az Ákosnál, és ezt ki kell emelni, otthonról is minden támogatást megkap. Tudják otthonról, hogy mi az, hogy lemondás, és ezáltal a gyereket, a fiatalt nem gátolják bizonyos fejlődésekbe. Én az állásokban szeretem, és ott általában, amit én szoktam dobni, az a combdobás, vagy esetleg a kaszáló. Általában szoktam alkalmazni. Fontos lesz a kontrák kivédésének elsajátítása nála.
van egy ellenfelem, az nagyon már, amikor elkezdtem a judót, vele együtt kezdtem el versenyezni, és a Dávid, meg Szefi bácsi ott kontrákat tanított. Általában csak kontrákkal szoktak megdobni. A 3 évvel ezelőtt Szepesi Dávid által elindított lány judó szakág is szépen beindult, eredményes volt a toborzás. Egész előkelő helyet sikerült a lányokkal elérni. 4-5-6 lány, aki eredményt elért, országos dobogón álltak, és nagy öröm számunkra, hogy a 10 éves, a frissen versenyző korosztályban 2 lány is a magyar bajnoki érmekért ment, az egyik második lett, a másikuk 5. A munka feltételeiben is hamarosan pozitív változás lesz, a jelenlegi retro edzőteremből konditerem lesz, mögötte pedig egy vadonat új edzőcsarnok készül el még az idén. A Tolna megyei bajnokságban a dobogós helyre törő Majos volt az ellenfele az MB3-ban szereplő Kozár Mislen FC-nek. A házigazdák az edzőmeccsen tesztelték a próbajátékosokat, az U19-es csapatból érkezett focistákat, valamint az új igazolásokat is. Lejátszotta első edzőmérkőzését a Kozár Mislen FC MB3-as labdarúgó csapata. Az ellenfél a Tolna megyei Majos gárdája volt, ahol a baranyai Tihanyvári László a vezetőedző. Tavaly kerültem én Majosra oda, bronzérmesek lettünk az első évbe. Most átszervezték a bajnokságot, hát az utóbbi 15 év. Én nagyon nem vagyok okos a tolnai labdarúgás története, de azt mondják, az elmúlt 15 év legnehezebb bajnoksága. 11 csapat van, 8 csapat beerősített, mindenki az MB3-at szeretné. Tulajdonképpen minden fordul egy rangadó, minden pontért meg kell harcolni. Ez a Majos, ez egy ilyen Pécs-Kozár-Michelin-szindróma, Bonyháttól 2 kilométerünk is előváros, teljesen családias légkör, vadonatúj öltözővel, egy szép kis sportkomplexum is, és nagyon normálisak az emberek. Hát az elején úgy indultunk, hogy megnyerjük a bajnokságot, de az igazság, ez a tavalyi harmadik hely nagyon sokba került fizikálisan, nagyon sok játékos az összes meccset végigjátszotta. Volt olyan mérkőzés, amit 11-en játszottunk végig, és sajnos leamortizáltuk a csapatot. Rengeteg sérültünk, ott eltiltott, és az első 5 fordulóban elég nehéz sorsolásunk volt. 5 rangadót játszottunk, ebből mindössze 2 pontot tudtunk szerezni. Ez a 6-7 pont hiányzik nagyon ahhoz, hogy most bele tudjunk szólni a bajnoki címbe. Tavaly 10 pontot vertünk az őszi első Dombóvárra, de most azért sokkal több a jó csapat, tehát a Bonyhár, a Tamási, a Tolna, ezek kiemelkednek, és hát ugye minket is odasorolnak, de nagyon nagy a hátrányunk, ha dobogóra fel tudnánk kerülni, ebben az évben az nagyon nagy dolog lenne. A házigazdák próbajátékosai és U19-es korosztályú focistái a második játék részben kaptak szerepet. 2 ellentétes félidő volt az első félidőben, egy kapusztunk végig, ott azt kell mondjam, hogy kapulott megint, csak a rossz döntéseket hoztuk, meg voltak a lehetőségeink. Nem tudtuk kihasználni, igaz, vezettünk 1-0-ra, másik fél időben sort cseréltünk, sok próbajátékossal és sok U19-es játékossal. Hát látszik, hogy ez még erős nekik ez a mezőny, bár egy megyei csapat ellen játszottunk, nem volt olyan rossz ez a csapat, de még kell neki fejlődniük ahhoz, hogy az NBA-ramos felnőtt csapatba tudjanak majd játszani. Most erősödnek majd az ellenfelek, szerdán még játszunk egy mérkőzést a Peaccal, és akkor hétvégén pedig egy horvát másodosztályi csapat jön már ide a Belisce, bízom benne, hogy ott már jobb arcunkat fog mutatni. A csapattal készül a 3 új igazolás, Havasi Dániel, Füredi Szabolcs és Bodor Márkó. Havasi Dániel játszott korábban a PMFC-ben is, itt sok játékost ismer. Reméli, hogy minél előbb be tud illeszkedni a Kozár Mislenyi csapatba, és gólokkal bizonyíthatja, hogy itt a helye. Az edzőmérkőzésen azonban húzódás miatt nem tudott pályára lépni, még az első edzés után beszélgettünk vele. Először is szakmai stáb megkeresésére érkeztem haza, már többször megkerestek, de eddig nem éreztem azt az időt, hogy haza kellene jönni. Nagyon boldog vagyok, hogy most végre hazajöttem, és nagy bizonyítási vágyjal fogok itt Kozár Mislenyben játszani. Mindenképpen a célom az, hogy segítségére legyek a csapatnak, és hosszú távon szeretném, hogyha számíthatnának rám itt Kozár Mislenyben. A PMFC-nél február 15-éig komolyabb igazolásokat terveznek. 6 próbajátékos érkezett, 9 edzőmeccset játszik a csapat. Célok azok lennének igazából, hogy a következő év csapatainak az alapjait letenni. Meggyőződésem, hogy rengeteg olyan fiatal játékos van, aki
adott esetben vagy első mérkőzését játszott az NB3-ban, vagy pedig régóta nem volt mérkőzés a lábába. Dolgozni fogunk azon, hogy minden mérkőzésen, mind a közönséget, mind Pécsvárosát ki tudjuk szolgálni. Január 30-án a két szomszédvár, a PMFC és a Kozár Michelin csap össze egy edzőmérkőzés keretében. Florból palánkokkal lett gazdagabb a Ciszterciren Nagy Lajos gimnáziuma. Az új keletű sportágat magyarul palánklabdának is hívják, mégis a legtöbb helyen padok jelzik a pálya szélét. A beruházással azt várják a testnevelők, hogy még eredményesebbek lesznek a tanulók ebben a sportágban. Egyre népszerűbb a floorball a fiatalok körében. A termi hokinak is nevezett sportág bekerült a diákolimpiai rendszerbe is. A Ciszterciren Nagy Lajos gimnáziumának tanulói már a területi döntőre is eljutottak, és sokat gyakorolnak. Kapusként játszottam, és számomra igen, szívemhez nagyon közel álló sport, mert nagyon izgalmas, és nagyon gyorsan történnek az események. Mindenre apró részletről oda kell figyelni. Kapulőtt van egy négyzet, amiben nem szabad beleállni, hogyha véded a labdát. Ez nagyon nehéz, amikor fél méterről lőnek neked, és nem is tudom, nagyon nehéz reagálni úgy, hogy még azt is betartsa az ember. A megyeit azt általában megnyerjük, regionálisan hát nem igazán tudunk túljutni, de mindent megteszünk, és hát országosan még sosem szereztünk dobogósat, sajnálatos módon, de mindent megteszünk ezért. Heti 3 órát edzünk. A kezdőknek van kedden 4-től 5-ig, a haladóknak pedig 4-től igazság szerint 5-30-ig, de hivatalosan ez úgy van, hogy 5-től 5:30-ig, de ide kell lennünk, illetve csütörtökön van még külön egy számunkra haladóknak. De milyen felszerelés is kell a floorballhoz? Nagyon-nagyon szeretem ezt a sportot, én még annak 5 éve kezdtem el általásiskolába űzni ezt a sportot. Nagyon megtetszett, nem tudom, hogy igazából miért, olyan nagyon funkcionális játéknak tartom, rengeteg mozgáskoordináció van benne, emellett ugye labdakezelés is, koncentrációs készség, csapatmunka, úgyhogy én igazából nagyon szeretem összességében ezt a sportot. Szerintem rendkívül addiktív, és nagyon örülök, hogy ezt a sportot választottam még annó. A felszerelés az igazából eléggé összetett, hogyha rendes szinten szeretnénk űzni ezt a sportot, de igazából akár elég csak akár egy ütő és egy labda, és teljesen mindent meg lehet oldani. Igazából akik már profi szinten űzik, azoknak már rendesen van arcmaszkuk, térdvédő, rendes hosszú nadrág, ugye, hogy ne surlodjon le a térdük, szóval... Igen. Viszonylag új keletű sportágról van szó. A 70-es években Svédországban formálódott és alakult ki a szabályrendszere, mindez a magyar származású Citrom András nevéhez fűződik. A sportágat azonban az amerikaiak is magukénak érzik. Hasonló eszközökkel és szabályokkal ugyanis már a 60-as években játszották a tengeren túlon, floor hockey néven. Én a floorbot azért választottam, mert osztálytársaim is játsszák. Ők szedtek rá erre, mert ugye ők egyedül játszottak tavaly, és idén kezdtem el. Igazság szerint szerintem ez egy jó sportág, és ajánlom mindenkinek. Egyrészt kell hozzá egy ütő, meg egy labda, anélkül nem megy. Másrészt hát én YouTube-on néztem videókat erről, hogy hogyan tudnám magamat fejleszteni. Másrészt pedig kérdezzen a tapasztaltabbik játékosoktól, illetve hogy mutasson neki egy pár olyan trükköt, amivel tanulhat. A floorbolt magyarul palánklabdának nevezik, mégis az iskolai tornatermekben általában elfektetett padok jelzik a pálya szélét, sőt, sokszor még versenyeken is így helyettesítik ezt a fontos pályaelemet. A Ciszterciren Nagy Lajos gimnáziumát azonban nagy öröm érte a közelmúltban, hiszen egy másik intézménytől kedvezményesen vehetett át palánkokat. Nagyon sokat segít, mert a palánk sokkal magasabb, mint az egyszerű fapad, és sokkal könnyebben lehet megoldani azt, hogy a visszapattanókat. Hát ezt ugye most szerezte be az iskola, aminek nagyon örültem, mert igazából ez egy nagyon drága palánk, úgyhogy eléggé jó minőség, annak ellenére, hogy ugye műanyagból van. Szerintem rendkívül jó, mert ugye sokkal jobban tudjuk használni úgymond játékosként ugye a palánkot, mert ugye rendkívül jól visszapattanak róla a labdák. Úgyhogy biztos nem volt egy olcsó, meg egyszerű ötlet ezt így beszerezni, de én igazából örülök neki, hogy ilyennel is rendelkezik már az iskolánk. Örülök neki, mert nem kell mindig a labda után mászkálni, amikor kimegy a pályáról. Meg hát tetszik is, tehát jól néz ki. Úgy néz ki, hogy igazi floorball pálya. A floorball az alternatív környezetben űzhető sportágak közé tartozik, és sok helyen része a helyi tantervnek. Ennyi fért mai sportműsorunkba. Jövő kedden találkozunk. Viszontlátásra!